Sziasztok! Ebben a videóban Berserk animéről fogok beszélni, és hogy miért is nézd meg te is! A Berserk animének több változata is van. A legelső 1997-ben jött ki, ezek a kezdetekről szólnak. Azután kijött egy ilyen filmecske is 2012-ben, arról nem szeretnék beszélni. Belenéztem a animációs stílusába, és hú, inkább hagyjuk. De nem is fontos a történet lényegéből, ugyanis 2016-ban megjelent a legújabb rész, ott folytatódik, ahol a 97-es animé befejeződött, újabb animációval, epikus zenékkel és akciójelenetekkel, amit érdemes aztán megnézni, és ezzel a sorozattal találkoztam én is legelőször a Berserk világában. Azután, hát ugyebár most a mangát olvasom éppen, és hát arról jutott eszembe, hogy igenis be kéne mutatnom ezt a világot másoknak is. És szeretném elmondani, hogy miért is érdemes megnézni, és esetleg elolvasni. A Berserk mangát Kentaro Miura adta ki 1989-ben, sajnos a kiadója ebben az évben elhunyt. Sajnos hát nem is lett befejezve a manga, úgyhogy vélhetőleg sosem tudjuk meg, hogy hogyan fog végződni a manga és az egész sorozat. De nem is számít igazából, mert ami van, az egyszerűen meg kell becsülnünk. Na jó, miről is szól a Berserk? A főszereplő Guts egy hányattatott sorsú fiú, aki az első animében úgymond a szemünk előtt nő fel, és látjuk, hogy miken megy keresztül. Egyik zsoldos hadseregből a másikba megy, mindenféle munkákat elvállal, és valamiért mindig nagyobb karddal küzd, mint amekkorára szüksége lenne. Az egyik ilyen küzdelem során találkozik a sólymok bandájával, és hát az ő vezetőjük, Griffith, egyből felfigyel rá a tehetségére, ahogy egy hatalmas katonát legyőz a hatalmas kardjával, és egyből egy munkát ajánl neki, egy helyet a sólymok bandájában. És hát, Guts ezt nem akarja, de hát egy párbajra kihívja, egy párbaj során megegyeznek, hogy aki nyer, szóval a párbaj során, mindegy, párbajozni kezdenek, és hogyha Griffith nyer, akkor Guts csatlakozik hozzájuk, hogyha Guts nyer, akkor pedig nem is tudom, mi történik. A lényeg, hogy veszített, ami hát első vesztesége szinte egész sorozatban, és hát kénytelen csatlakozni a sólyok bandájához. És hát az első anime sorozatban erről is szól, hogy milyen kalandjaik és csatáik lesznek ezzel a bandával, összebarátkozik a többiekkel, ő kalandjaikról szól, illetve hát vannak csavarok és fordulatok benne. És ugyebár az újabb sorozat ennek a végétől folytatódik, ott pedig már egy egészen más történetbe kerülünk bele, ugyan hát Guts még benne van, és benne vannak még egyes előző szereplők is, de húha, hát az teljesen más. Én ezt a újabb verziót kedvelem a leginkább. Már megjelennek túlvilági démonok, angyalok, mindenféle elképzelhetetlen szörnyek, és hát Guts hát ilyenekkel kell, hogy harcoljon. Ő is kicsit hát upgrade-eli a saját felszerelését. A kardja is nagyobb lesz, úgyhogy jön majd a még nagyobb csihi-puhi lesz benne. Varázslat és hatalmas, epikus harcok. Na, és beszéljünk egy kicsit a karakterekről. Ugyebár Guts egy eléggé magának való ember, sosem tűnt úgy, mintha barátokat keresne, vagy egy nőt, vagy akármi.
de a sorozat közben mégis úgy tűnik, hogy egyre jobban hozzászokik ehhez, és maga sem tudja, hogy mit is nyerte azzal idővel, amikor a Solymok bandájában szolgált. Úgy tűnik, mintha nem érdekelni senki más a magán és a saját küldetésén kívül, de sokszor aztán kiderül, hogy mégis törődik másokkal, talán csak nem annyira, mint amennyire azt úgy elvárná az ember. Na, és térjünk rá akkor, hát az első animében leginkább megjelenő másik főszereplőre, Griffithre, a Solymok bandájának vezérére, akinek hatalmas ambíciói vannak. Ő kijelentette, hogy ő egyszer király akar lenni, és egy hatalmas kastélyban élni, és ez minden vágya, és emiatt is hozta létre a Solymok bandáját, hogy egy erős és kiváló hadsereggel elérje ezeket a céljait. Egyrészt meg kell említenem, hogy hát a kinézet az, ami csodálatos. Mondjuk úgy, hogy Gusznak pont, hogy a ellentétjének tűnik, ugyebár a hajszínük miatt is, Griffith olyan feminim karakternek tűnik fel, míg Guts az inkább ez a maszkulin, és mégis Griffith mégis erősebb nála, Guts pedig elismeri őt, mint vezérét, és Griffith valamiért mindenben jó, amit csak megpróbál, kitűnő hadvezér, kitűnő stratéga, jól mozog a arisztokratikus körökben is, a nők is döglenek érte. Igazából mindenki, aki ismeri, az vagy felnéz rá és szolgálni akarja, vagy irigykedik és meg akarja ölni. Na és térjünk rá még egy szereplőre, akiről beszélni akarok, Kaszka. Ő egy nagyon erős női karakter animében és a mangában. Ő Griffith jobb keze, még a történet elején, és hát végül is egész végig a hadseregben nagyon fontos szerepe van. Végre egy női karakter, aki erős és realisztikusan van bemutatva, hogy mit is tud és hogy éri el azt, amit akar. Mert mindent, amit eddig elért, az saját erejéből ért el. Nem az van, hogy van egy nő, és akkor szuper képességei vannak, és azért jobb, mint a férfiak, vagy csak így szuper gémes képességei vannak a semmiből, és akkor csak úgy kicsit így megmozdítja a karját, és már szétvert akármennyi férfit maga körül. Szóval itt most elég jól ábrázolták a női karaktert. Nincsen nem realisztikus képességei, a saját erejéből dolgozta fel magát, és hát egy nő módjára is küszködik egyes helyzetekben. Van egy rész, ugye bár az egyik kedvencem vele, amikor van egy hatalmas és fontos csata, és hát éppen megvan neki a hajbaja, és görcsei vannak, és nem tud harcolni, és hát rosszul is teljesít, igen, és de mégis minden erejét összeszedi, és próbál harcolni, és hát jó van, nem sok sikerrel meg kell hagyni. De azután, mikor ismét találkozik azokkal ellenségekkel, akik lenézték, és nőként megbélyegezték, hogy majd játékszere lesz majd a hadseregének, meg minden, hát a következőben, amikor már jobban volt, akkor jól legyőzött mindenkit. Igen, szóval nagyon jó női karakter, igen, nagyon kedveltem. 2006-os animében kicsit mások a karakterek. Ott van például az egyik kedvencem, a koponya lovag, valahogy így nevezi Gatsőtet. Egy nagyon hipermenő lovas ember, aki igazából nem is ember, mert egész teste egy csontvázból áll, de mindig valahogy csak úgy megjelenik, és megmenti a napot, amikor éppen kedve van, és jelenleg az a célja, hogy kiírtsa ezeket a szörnyeket a világból,
és valamiért ilyen random karaktereket ment meg a történet során, ezt így nem is értem, de imádom a csontvász karaktereket amúgy is. Ami a többi karaktert illeti, ott van még Puck. Puck, ő egy elf, aki ilyen picurka, és van varázsereje, ő tud, többféle varázsereje is van, ő legfőbb a azok közül a gyógyítás, ugyebár ez igazából egy nagyon jó hozzáadása egész történetnek, hiszen Guts minden csata közben úgy megsérül, hogy azt hiszed, hogy meghal, de így legalább most már van logikus értelme, hogy a következő részben hogy megy minden tovább, úgy, mint normálisan. Szóval egy kicsi elf, aki igazából olyan, mintha a Gusznak a lelki ismerete volna, ő mindig a helyes útra próbálja terelni a fickót, bár nem mindig jön össze, sokszor csak úgy mondja semmibe a dolgokat, hogy mit kéne csinálni, de Gus nem figyel rá, meg semmi, de időnként igazán hasznos is tud lenni. Na és ott van még Isidro, Farnese, Serpico, úgy néz ki, mint Brocca, Pokémonban, hogy mintha sose nyitná ki a szemét, de azért néha mégis. Úgyhogy, és meglepően jó a kartforgatásban. Ott van még Sirke, boszorkány, aki erdőben él. Azután Guts valahogy megmenti, illetve inkább veszélybe sodorja, ezt nem emlékszem teljesen. Mindkettő valószínűleg benne van a pakliban, és úgy alakulnak a dolgok, hogy kénytelen velük tartani, és amikor már ő is megjelenik a történetben, akkor egy új löketet kap a egész történet, ugyanis ő már tud varázsolni. Ja igen, igen, és még ott van még egy szereplő, Godó, aki a legerősebb és legizmosabb öregember, akit valaha láttam. Érdemes megemlíteni, mert szerintem menő fickó. Na, és hát térjünk rá akkor, hogy mi is fogott meg igazán ebben a sorozatban. Ugyebár említettem, hogy a 2016-os sorozatot kezdtem el leginkább, és hát ott aztán hát első mindenképp, hogy a főszereplő egy OP karakter, sokkal erősebb mindenkinél, fogja a hatalmas kardját, és szétzúz mindenkit, aki a útjában áll, és még jobb beszólása is vannak közben. A második legfőbb dolog, ami megfogta az én figyelmemet, az animációs stílus. Hát erről mindenképp kell beszélnem. Szóval az első animében, a 97-es verzióban, ott még eléggé régebbi technológiát használtak, és hát látszik is. Látod egy animén, hogy régebben készült, és látod azt is, hogyha újabban készült. És hát az a 97-es még a régebbi stílusú, de tetszett az is igazából, főleg a 2016-os verzió után ez egy jó kis frissítő volt, sokkal jobban látszottak a érzelmek rajtuk, meg minden. Szóval visszatérve a 2016-os sorozatra, ott animáció, hűha, látszik rajta, hogy számítógépes technológiával készítették, és hát... Hát néha cenzúráztak is, vagy én nem tudom, mi történt, de amikor a nőről letépték a ruhát, hát nem voltak Melvin Bowie sem, csak két lufi volt rajta, vagy én nem tudom. Ez olyan furcsa volt, de hozzá lehetett szokni. Úgyhogy a karakterek, meg a szereplők arca nagyon ilyen kicsit olyan érzelemmentes volt, ilyen animált, meg hasonlók, de különleges volt, úgyhogy megfogta így a figyelmemet. Azon kívül, hát a mangára
rátérve, hát ott a illusztráció, ami fantasztikus, hát rengeteg olyan képet láttam, ami azt se tudom, hogy tudták ezt megrajzolni. És sokszor a mozgás is úgy volt megábrázolva, hogy szinte el is felejtettem, hogy ezt egy mangát olvasok, és nem egy mozgóképes animét nézek. Szóval ez is, ez nagyon bírtam a mangába, és még mindig olvasom, úgyhogy még ki tudja, hogy még miket fogok látni. Szóval, illusztráció és a csata jelenetek is nagyon-nagyon jók. Az egyik legjobb dolog egész animében, hát a csata jelenetek. Vannak egyes részek, ahol a párbeszédek időnként ismétlődnek. Hát képzeld el a jelenetet, hogy ott van Guts, és ott van egy hatalmas ellenség, aki nem kell, hogy ember legyen, lehet egy hatalmas szörny is, vagy valami, és akkor mondja a szörny, hogy ha emberhez képest egész jól harcolsz, ha még mindig túlélted, ha el kell ismernem, elég jól bírtad. És aztán egy pár perccel később még mindig harcolnak, és akkor nem hittem volna, hogy eddig túléled. Aztán következő pillanatban meghal, és Guts nyert. Még a karaktereknek a illusztrációjáról még nem beszéltem. Az kifejezetten tetszik, ez a horrorisztikus elem, hogy egyes szereplőket, nem is szereplőket, igazából a világot és a szörnyeket és a szellemeket olyan kreatívan ábrázolják, rendesen abszurd módon, hogy rendesen el van rugaszkodva a földtől, hogy nem csak ilyen emberi karakterekben gondolkoztak, hanem egy kicsit így egy elvontabb stílusra mentek rá. És hát a egyes szereplők is például inkább a ellenségek sorában rendesen viccesen vannak megábrázolva. Legtöbbször ilyen tojásfejük van, így a szemük így ketté áll, és akkor komoly és erős ellenfelek, de mégsem tudod úgy komolyan venni őket, mert olyan mohókásnak néznek ki, és kicsit úgy is viselkednek. Úgyhogy igen, ez is benne van a pakliban. Na hát a következő pontom ezen a listán, hogy miért is olyan különleges ez a világ, hát a terror és a horror ábrázolása, hát ugye már a középkor idejében játszódik, és hát olyankor hát nem volt egy lányálom a középkorban élni. Főleg a Berserk világában itt nagyon rámentek ezekre a nem csak a véres csata jelenetekre, de a köznépnek a életére is, a betegségekre, kivégzésekre, a mészárlásokra, a éhezésre, és hát kifejezetten még ezekre a kínzásokra is. Nagyon életűen és nagyon részletesen bemutatták a kínzásokat. Hát ami ugyan nem egy pozitív dolog nézni, de mégis megfogja az ember figyelmét. Még egy érdekesség, hát még a legelső 97-es animében, hát Griffith kiváló stratégia és igen jó terveket talál ki a harcokhoz, és sokszor egy olyan csatát is meg tud nyerni, amiben mondjuk hátrányban lennének, mint számban, mint a táj elhelyezkedésében, de mégis valahogy úgy ki tudja találni, olyan terveket ki tud találni, amire a ellenség nem is számít. És ebben rejlik az igazán a sikerük. És ugyebár, hát nem túl sűrűn, de azért humor is van a Berserkben, nem csak ilyen vicces beszólásoknál, de képi világban is sokszor ilyen vicces, humoros részek megjelennek, amelyek hát tényleg ilyen eredetiek. Egyrészt a karakterek is sokszor viccesen vannak meganimálva, úgyhogy ránézve is szinte már tudod, hogy milyen a személyisége annak a karakternek. Ennyit akartam elmondani a Berserkről.
és az animéről, és a mangáról. Szóval, ha tehetitek, akkor nézzétek meg, olvassatok bele, hogyha éppen úgy tartja időtök. Higgyétek el, telefonon ingyen meg lehet tekinteni a képregényt, úgyhogy ha éppen várnatok kell valahol, vagy van egy kis időtök, nézzetek bele, nagyon érdekes. Olyan, mint a könyvet olvasnál, csak képekkel. Szóval ez lenne az én kis beszámolom. Köszönöm, hogy megnéztétek, és a következő videóban remélhetőleg találkozunk. Sziasztok!